Gazdálkodási szempontból bizonytalan a jelenlegi helyzet, hiszen nem tudni, hogy a vírusjárvány milyen hatással lesz erre, mondta Apelshofer Ágnes polgármester. A tavalyi évben is úgy fogadta el Tolnaváros képviselőtestülete a költségvetést, hogy a város üzemeltetés és a kötelező ellátandó feladatok költségén kívül a többit tartalékba helyezte, és ebből finanszírozta az aktuális költségeket. A koncepció sikeres volt. De nagyon fontos az, hogy a város és az intézményei működjenek. Hát azért vannak olyan kötelező feladatok, amiket konyha nyelven szólva, ha törik, ha szakad, meg kell valósítani. Ilyen például az intézmények működtetését, tehát a Tolnai Közös Hivatalnak működnie kell, az intézmény működtető központnak, az óvodának működnie kellett, oda gyermekétkeztetést kellett tervezni, ugyanaz iskolákat ugye az állam tartja fenn, az iskolai étkeztetés az önkormányzat feladata, a közművelődés megszervezése az önkormányzat feladata, a családsegítő központ működtetése az önkormányzat feladata, azoknak a hátrányos helyzetű embereknek akár anyagi segítsége, ami, hogyha esetleg olyan élethelyzetbe kerülnek, hogy valami rendkívüli támogatást kell nekik adni, úgynevezett segélyeket, akkor az is az önkormányzat feladata. Tehát én azt gondoltam, hogy ezek sokkal fontosabbak annál, és ezek a kiadások nem kerülhetnek veszélybe azért, mert mi szeretnénk még egy játszóteret, vagy járdát építeni, felújítani, vagy utat felújítani. Tehát én azt gondoltam, és egyébként most is azt gondolom, hogy az első az a város biztonságos működése. Örömmel kell azt mondanom, hogy a tolnai cégek nagyon remekül működtek, és az iparűzési adóbevételeink nagyon jól teljesültek a tavalyi évhez képest. Gyakorlatilag több teljesült, mint amit eredetileg beterveztünk. Ennek a logikának az alapján készítettük egy gyakorlatilag az idei évi költségvetést is. Ebben az évben 400 millió forint iparűzési adóbevétellel terveztünk. Egyelőre mi nem terveztünk azzal az iparűzési adó kedvezménnyel, amit a kormány döntés alapján a kisvállalkozók adó kedvezménye jelent, hiszen egy kormány döntés nyomán gyakorlatilag ezt a bevételt kiesést a kormány kompenzálni fogja részünkre. 2,5 milliárd körülbelül az a fő összeg, ami a város rendelkezésére áll. Ebből nyilván az intézmények működtetése, a Telena Kft. Működtetése, a hivatal működtetése is benne van, és itt a közvilágítástól elkezdve gyakorlatilag minden olyan kötelező feladat, amit a város ellát. És aztán vannak benne néhány olyan önként vállalt feladat is, amit nem feltétlenül kellene a városnak ellátnia. Értem ezzel mondjuk a sporttámogatást, amit a sportfinanszírozást, a sportegyesületek támogatását, amit szükségesnek gondoltam mindazok ellenére, hogy bizonytalan sok minden, akár még lehet bizonytalan ennek az évnek a bevételeiben is, de mégis a sportegyesületek támogatását én nagyon fontosnak tartottam. Az állami normatíva körülbelül 3,3%-kal lesz nagyobb idén, mint az elmúlt esztendőben volt. Az utóbbi években minden filliót megkapott Tolna abból, ami a központi költségvetésből járt. Hogyha az intézményekről beszélünk, akkor saját forrás is nyilván hozzá kell tennünk. Például a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatalhoz 37,5 millió forintot teszünk hozzá, az állami normatíván túl, az intézmény működtető központ működéséhez, amiben egyébként a gyermekétkeztetés is benne van, 70 millió forintot, az óvodához több mint 110 millió forintot, és a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár működéséhez én azt gondolom, hogy egy elég tetemes összeget, 72 millió forintnál is nagyobb összeget teszünk hozzá. Ez a 72 millió forint, ez nem azt jelenti, hogy ezt mind programokra tudjuk költeni. Ez azt jelenti, hogy ahhoz a kb. 30 millió forintos állami normatívához, amit kapunk, ehhez még hozzáteszünk 72-t, de ebből van az épületek működtetése, rezsik, a dolgozók bérének a finanszírozása, és akkor ezen felül nyilván a
programok, amiket hát nagyon bizakodó vagyok, és remélem, hogy az idén meg is tudunk szervezni. Az óvatos gazdálkodás nem jelenti, hogy lemondunk a terveinkről, és ezek megjelennek a költségvetésben is, mondta a városvezető. Ez a kb. 2,5 milliárd forint, ez tartalmazza igen azokat a pályázatokat, amik már folyamatban vannak. Értem itt ez alatt különösen például a kerékpárutas pályázatunkat, vagy értem a bölcsődés pályázatunkat, ezek nagy összegű pályázatok, de hát van benne egy jetás pályázatnak a ereje is néhány millió forint erejéig, amit még ugyan nem nyertünk el, de hát nyilván a pályázat benyújtásakor vállalni kellett az önerőt, tehát ezt bele kellett építeni a költségvetésbe, illetve tartalmazza azt a kb. 30 millió forint összegű útépítéses pályázatunkat, amit még a tavalyi évben megnyertünk. A pénz itt is van, és az idejében fogunk megvalósítani, tehát az idejében fogjuk megépíteni az utat. Ez a költségvetés tartalmazza egyébként a utak, járdák felújítására körülbelül 40 millió forintot, és a zöld felületek, parkok gondozására szintén kb. 40 millió forintot különítettünk el. Ez nem azt jelenti, hogy 40 millió forintért fogunk járdát építeni. Ez azt jelenti, hogy erre a sorra bérekkel együtt, tehát a járdaépítő embereknek a bérével együtt, és a Telen a Kft. Működésével együtt, tehát mind bele van tervezve ebbe a kb. 80 millió forintba. Úgyhogy ez egy elég tetemes összeg, és azt gondolom, hogy talán egy kicsit előrébb is tudunk haladni ebben az ügyben, hiszen elég rossz állapotban vannak a járdáink és az útjaink, és talán most lesz lehetőségünk arra, hogy ezeket valóban meg is tudjuk valósítani. Az önkormányzat szabadon felhasználható forrása meghaladja az idén a 43 millió forintot. A Peszafer Ágnes azt mondja, a jövőbeni tervek között prioritást érvez a városi vízelvezető rendszer korszerűsítése, és az erre beadandó pályázat önereje is a rendelkezésre áll, és tervben van egy újabb összekötő út építése a 6-os főközlekedési úttal, mely gazdasági célokat szolgál majd. Én mindig félek akkor, amikor először meglátom a számokat, és aztán mindig a végén az derül ki belőle, hogy magabiztosan gazdálkodtunk az elmúlt években, és sokkal több tartalék képződött egyébként tavalyi évben is, mint amennyi az azt megelőző évben. Tehát óvatos vagyok e tekintetben, de nagyon bizakodó is, és azt gondolom, hogy az új osztályvezető asszony, aki gyakorlatilag most a vázát rakta össze ennek az egész költségvetésnek, ugyanúgy ennek a szellemében töltötte ki a sorokat. Tehát gyakorlatilag mindenben van tartalék. Nem lesz probléma, hogyha mondjuk a hivatalba egy új embert fel kell venni, ennek nem lesz pénzügyi akadálya. Tehát vannak benne olyan tartalékok, amiket nyilván, ha nem használunk fel, akkor az év végén meg fog maradni, vagy esetleg évközben át lehet csoportosítani és fejlesztésre fordítani. De én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy valós költségvetés készüljön. Ne hazudjunk se magunknak, se a választóinknak, se az államkincstárnak. Tehát a valós tervezett bevételeinket tervezzük, és azokat a valós kiadásokat, amik kerül, vagy már korábban döntés született, vagy tényleg tervezzük őket. Tehát én nagyon bizakodó vagyok, mondom még egyszer, és azt gondolom, hogy ez a költségvetés, ez tartható lesz a főszeg tekintetében mindenképpen.